Ezen történet a képzelet szüleménye. Bármilyen egyezése való élettel, csupán a véletlen műve. A szereplő kitalált személyek bármely nemű hasonlóság vagy egyezés pusztán az alkotók fantáziájának szüleménye. A készítők jelen pillanatban kijelentik, hogy minden nemű vád, gyanú és alaptalan rágalomtól büntetőjogi felelősségük teljes tudatában elhatárolódnak. Felelősséget és bármely egyéb jogi terhet, bocs, nem vállalunk. Szeretettel köszöntöm a Potter csatorna nézőit és hallgatóit. Jelen pillanatban a mikrofon mögött Ataboy. Potter most dolgozik, éppen a nyerget zsírozza, nem sokára itt van velünk. Potter, gyere már! Jó lesz az a nyereg úgy, amek szerintem már néznek jó néhányan. Akkor most már szeretném köszönteni a stúdióban Pottert is, hiszen megérkezett a nyeregzsírzás után. Szerbusz, Potter! Sziasztok! Én is nagyon meleg öleléssel és minden mással is üdvözlök mindenkit. Át kellett nyergezni a zsírt, és a zsírt is meg kellett nyergezni. Sikerült? Minden rendben volt? Minden rendben volt, igen. Föl kellett köhögni egy kis színeset aztán. Értem, van olyan, persze. Előfordul az ilyen. Az ember, amikor a higiéniára és a szájápolásra is ad, így van, akkor néha előfordulnak ilyen kis nüansznyi balesetek, de semmi vész. Bocsánat, hogy megszegítalak, én egy kis szolgálati közleménnyel szeretnék most itt közbevágni. Gondolom, olvastad a kommenteket. Igen, és nagyon szépen, én úgy gondolom, a te nevedben is mondhatom, nagyon szépen köszönjük a kommenteket. Természetesen. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. És de... hajrá, továbbra is. Igen, továbbra is várjuk. Itt még azért ennyit engedjetek meg, hogy... elnézést kérjünk, hogy ilyen sok időre eltűntünk, illetve eltűntem. Visszatértünk. Visszatértem. Csak annyi, hogy Málenki robot. Pici munka volt. Ennyi. Pici munka volt. Annál azért több. De újra aktívan, újra a nyerekbe, ahogy az előbb is hallottátok. Nem csak te tűntél el, kezeld el, Mária is eltűnt. Igen. Az egyik fia megnősült, ezen úton is kívánunk nagyon sok boldogságot nekik. Bizony. És hát én meg külön szeretném megköszönni a gyönyörű, kedves szavakat, amit hozzám intézett, úgyhogy egy slágerrel szeretnék bevágódni nála. Mondjátok meg Máriának, szeretem, és ez a szerelem most is lángolé. Köszönjük szépen, Mária! Így van, hajrá! Sok boldogságot a kisfiadnak, úgyhogy innen is Halihetből csókoltatjuk az egész családot, és még egyszer nagyon szépen köszönjük a kommentjeidet, építő jellegűek. És még mielőtt ezt a dolgot befejeznénk, a szolgálati közleményt, iratkozzatok természetesen fel a csatornába, hiszen csak egy kattintás nektek. Így van. Legjobb tudomásom szerint nekem. Na, így van. Azt szeretném mondani a kedves hallgatóknak, hogy már el szerettünk volna menni vonatozni itt a környékbeli falvakba, városokba, egy kicsit kikapcsolódni. Hát pekünkre pont ma van vonatsztrájk, úgyhogy volt, bocsánat, mert most már nagyon késő van, este van. Úgyhogy nem mentünk sehova, csak itt csavarogtunk, egy jót sétáltunk. Pontosan hát a Potter ugye nyerget is zsírzott, de az itt a só része volt. Így van, de ettől függetlenül nagyon kellemesen telt a nap, mert Halihetben vagyunk, ugye a változatosság kedvéért ismételten. Hát itt rendeztük be most is a stúdiót. Így van, a hadiszállás az töretlenül itt van. Úgyhogy itt a halihedi természeti csodákat néztük körben. Én úgy gondolom, hogy ezt masszívan ki lehet jelenteni. Lesétáltunk a tengerpartra, némi folyadékot magunkhoz vettünk. Egy nagyon hangulatos kis helyre sikerült betévednünk. Én ezt engedd meg, hogy ezt kihangsúlyozom, mert szerintem nagyon, nagyon hangulatos volt. Megengedem. Ez a kis pub, kicsit ilyen modernesebb, de a lényeg, a tengerpart mellett van, gyönyörű szép kilátással, hatalmas nagy panoráma ablakokkal, nagyon kedves volt a személyzet,
Élőzene? Élőzene, fantasztikus élőzene. A fiatalember Chesterből érkezett. És egészen ideig elautózott, azt mondta, bizony. Bizony, bizony. Nem itt született, hanem ő autózott ma. Mondjuk azért Chestertől mennyi, egy óra, másfél? Hát attól függ, de forgalom függ. Mondjuk az is igaz, igen. Bár ami lehet egy óra, egyébként van, hogy most simán van két és fél, három óra hosszú is, igen, forgalom függ. De a lényeg, hogy nagyon hangulatos volt, egy-egy korsósört megittunk. Jót rögtünk, jót beszélgettünk, aztán egy nagyon érdekes dologra lettünk figyelmesek, és én ezt meg is osztottam Atival. Miközben sétáltunk visszafelé, ugye egy kicsit olyan másabb arcát mutatta meg Halihed és környéke. Uh-huh. Ugyanis, hogy leszáll az est, baromi sötét van. Itt a közvilágítás, főleg a countryside-on egy picit hát elhanyagolt. Azt szerintem ki lehet így jelenteni. Hát, mint egy ilyen vidéki falvakban, tehát, hogy ugye a központban van némi kis fény, az működik, de aztán onnan elindulsz kifelé, és akkor a vaksötétség. A vaksötétségben, így van. És megmondom őszintén, hogy ha valaki látta azt a filmet, már pedig szerintem sokan láthattátok, fizetnek jogdíjat a reklámért most? Mind, persze. Hogy most egy filmet bemondasz, tehát azért kapsz pénzt. Hogyne. Jó, hogyne, oké, akkor mondjad. A PayPal-ra mindig megy. Ja, jó, örülök neki. De akkor majd ezen osztozunk, azért remélem. Tudod, nyilván, ez ugyanaz, jó. Amikor papi azt mondja, hogy Lidl, akkor neki azonnal csippan a telefonja. Tehát ja, hogy azért szokta ezt? Ó, egyem a szívét. Persze, nem jöttem rá. A Lidl-le, ja, hogy azért jár mindig a Lidl parkolóba vásárolni, meg a rampára azért állhat ő föl. Így van, és ezért vannak ezek a felhívások, hogy amikor a Lidl-be jártok, akkor aha, és a harmadik sor, negyedik polcon. Ja, ott ő tulajdonképpen ott kacsint egyet. Nyilván. Aha, ó, édes Istenem, hát az ostobaságom egyszerűen nem nem, ez nem ostobaság, csak csupán, ahogy ő is szokta mondani, tudta. A világ. De ő diszkréten, de ő nagyon diszkréten reklámozza akkor. Iszonyatosan finoman tudja belefonni a mondatok közé azt a Lidl. Lidl? Aha. Pedig csak négy betű. Lehetne Aldi is, csak... De ott mégis a Lidl. Lidl. Oké. Na jó, tehát. Igen. A sötétségnél tartottunk. Így van, visszafelé sétáltunk a tök sötétbe is. Valami fantasztikus, tehát az emberbe a szar megáll egyébként, hogy szabad így fogalmaznom, ugyanis az a utca például, vagy út, amin napközben elsétál az ember tele virágokkal, zöld mező, gyönyörű szép tájkép, éjszaka ez már egy picit úgy megváltozik, egy kicsit olyan... Mi volt a film? Vége? Még egyszer? Mit szeretem? A film vége például akkor most mondok egy párat, hogy nekem is jöjjön egy kis lóvé. Ház az utca a végén. Thriller. Itt volt olyan, csak én ezt a filmet nem láttam. De itt volt olyan. Igen. De igen, nem láttam azt a házat. Akkor például... Meg a filmet se. Lehet, hogy most rosszul mondom, Elm utca. Elm Street. Elm Street, az sem volt rossz, vagy akkor például... Rémálom. Rémálom az Elm utcába. Így van, ez az igaz. Legyünk csak sajtóhelyesek, mert aztán beperelnek minket. Hogy... Az biztos, vagy nem csippan a telefon. Most inkább az persze, nem csippan, de... De ha csippan, akkor csak új üzeneted jött legfeljebb. Igen, és hozzátartozik az egészhez, hogy egyébként filmekben nem tudnak ilyen jó rendezést összehozni. Nem esett az eső, viszont fújt a szél. Ebben a sorrendben így volt? Így van. Ahogy a fák között fújt a szél, ahogy az avart fújta a szél, a felhő az égen, ugye? Hát egyébként igen, tehát ha letesznek a világ közepén, nagyon sötétben, akkor ez lehet félelmetes is. Az bizony. De most ez tényleg, ezt most nem viccben mondom, de mondjuk mi célirányosan ide jöttünk vissza a stúdióba. Meg hát azért ismerjük annyira a környéket, hogy azért annyira nem rottyantjuk össze magunkat. Hát én nem, te majdnem, de az egy másik történet. Gyerekek, hát... A második kóstolsör után mondtam Attinak, finoman gyengéden jeleztem, a pohár fölött állt hajolva, hogy most kell indulnunk, ugyanis elindult a visszaszámlálás. A Final Countdown egyébként, ez egy nagyon jó szám volt valamikor a, nem tudom, 80-as években, ugye? Így van, de szeretjük. Szeretjük, hát a Bencus is szerette, ugye, Potter. Teljesen átéltem a végső visszaszámlálást. De volt, amikor pingvin üzemmódban totyogott mellettem, tehát... De azt tegyük hozzá, én többször felhívtam drága barátom figyelmét, hogy ha megáll pislantani a tök sötétben, amivel nincs is semmi gond, én nem fogok tudni megállni. Lassítok a lépteimen, de én már nem tudok megállni.
Egy stabil sebességet tartott, tehát mint a hajók, fölvett ezt a 4-5 csomó sebességet, és azzal végigjött. Szeltem, így van. A habokat, Halliard utcáinak a habjait. És hát tényleg úgy van, hogy a kömeg van érve. A kamionos parkolóba, a mosdóhoz már úgy mentem be, hogy Isten igazából a jobb lábamat már csak húztam. Nem mondod. De, annyira késő volt? Nagyon-nagyon. Viszont cserébe ettünk egy jót, egy pizzát este, úgyhogy. Így van, mert amit ugye elad az ember, az abban a pillanatban pótolni kell. Pótolni, itt nincs mese. Így van. Úgyhogy majd a sikerült, remélem ez nem fog belehangzajongani. De, lehet, de nem baj. Nem baj. Hát megjöttek a jogdíjak után ugye a lóvék. Már most, így van. Viszont a holnapi napra a terv a következő, ami ma kimaradt, azt pótoljuk holnap. Bevonatozunk, ugyanis már holnap nem lesz strike. Remélhetőleg, de előreláthatólag igen, nincs. Így van, úgyhogy valószínűleg egy bangori vonatozás vagy konvis vonatozás lesz. Ami a két településről tudni kell, hogy itt vannak Észak-Walesben. Halliardtől durván egy óra, másfél órányi vonatút. Viszont mind a két település gyönyörű szép. A tengerpart mellett fekszenek. Kombiban van a vár. Ugye? Kombi van a vár, így van. Én ott voltam még valamikor lánykoromban. Hát bent. Igen, mert... Én buszoztam, igen. Voltam olyan szerencsétlen, igen. és azt egyébként tudom ajánlani, hogy ha úgy alakul, akkor oda vegyünk egyet. Nem tudom a vasúttól mennyit kell sétálni, de most egy 20 perc, fél óra a városközpont. Kibírjuk szerintem. Nem egy nagy távolság, egy kicsit az időért. Imádkozzatok az... Ja, hát mire ezt hallgatják ugye a kedves nézők és hallgatók, addig mi már túl vagyunk. Nem baj, egy pár darab ima sosem árt. Ezt most már súlykoljuk, hogy ők nekik kell ezt akkor. Így van. Ja. Így van. Csináljátok, figyelj, ebből nem lesz baj. Imádkozzatok a lelki üdvünkért. Az sosem baj. Hogy te töltheted? Baromsokat kellett menni. Jobbrészt az angliai országnak a... Hát a Midland rész, tehát azt mondom, hogy akkor a keleti és a délkeleti részét jártam és barangoltam be, mindenféle áruval, amivel csak el lehet képzelni. Pénteken, azaz tegnap, ugye ez egy szombati napon kerül felvételre ez a rádióadás, tegnap volt ugye péntek. Jól emlékszem. Jó. Csak azért, mert a zsírzásnál egy picit, hogy elvesztettem a téridő kontinuumot. Van olyan. De visszatértem, igen. Szóval pénteken... Az már kvantumfizika lehetett, amit csináltál egyébként a zsírzásnál. De... Hát ott kétszer meghajtottam a teret. Nem kicsit. Oké. Okay. De itt vagyok. Mint a Terminátor visszatértem. Igen. A lényeg az, hogy pénteken reggel behajóztam Írországból angolba, és kaptam egy fantasztikus, hát londoni, egy belvederi lerakást, amivel önmagában nincsen probléma, csupán kettő. Az egyik az, hogy Londonban van, a másik meg az, hogy péntek. Na most erről ez a két kombinens, ez olyan, hogy egy gyilkos. Ugyanis Londonban a forgalom az állandóan... Ez sose szar, hát megbeszéltük. Így van, az sosem, ott soha nincs dugó, mindig mindenhol időben oda tudsz érni. És pénteken ez hatványozottan igaz. Hatványozottan nem rossz. 2,5 mérföldet tettem meg, majdnem másfél óra alatt. Hát ez állandó rohanás, ezt ismerjük, igen. Hát én is úgy csináltam, hogy ugye a lábammal nyomtam a gázpedált, a kezemmel húztam a vesztinget. Maximum, igen. Igen. Van ilyen. Úgyhogy jó volt. Ki lett centizva a visszatérésem a kikötőben, mert ugye, ahogy én végeztem Londonban, még természetesen London után el kellett mennem visszarakni. Bazildomba. Igen. Na van olyan is, igen. És akkor onnan csapattál vissza ide. Így van. Az egy, meg egy húzós volt. Egy 400-475 kilométer. Az pont annyi, igen. Úgyhogy cipőkanállal értem vissza a Halliardbe. Ja. Ja, és hát olyan vihar fogadott, ugye, amint te is átmentél, mert ugye te némi előnnyel indultál, mert te csak Manchester felől jöttél, ha jól emlékszem. Igen. Manchesterből csapták ki Halliardbe. Iszonyatos nagy vihar volt, de a héten már ez volt a második. A hét elején késtek is a hajók emiatt, illetve amit nagyon ritkán lehet látni, Bangor és Conway között, ugye a holnapi úti célunk, két település között, azok az iszonyatos nagy hullámok.
Igen, igen, ez így van. Az valóban. De ott, meg a zavaros, nagyon zavaros volt a víz. Szürke, ez a mély szürke, tehát ott föl, nagyon... Egy kis iszapot is föl. Igen, fölkavarta a hullámokat a szellő, igen. Úgyhogy késtek a hajók is, nagy hullámok is voltak, de mindenki megnyugtatására. Itt vagyunk, meg vagyunk, csak borzasztó sok a munka. Hát nekünk, ja. Nemzetközi is meg itt áll mögöttünk csütörtök óta, hogyne. Hát igen. Mert vannak az egyenlők is, az egyenlők. Na, még egyenlőbbek, persze. Így van. De hogy ne sírjon ennyire a szánk. Ezen felül, hál' Istennek egészségünk jól szolgál. Hát ahogy az öreg zsidó mondta, egészség legyen, a többit majd megvesszük. Tehát így van. Nincs így gond, van. Nincs gond. Minden rendben van. Készülünk a holnapi napra, mert ez egy fontos állomás, kis lépés egy embernek, de nagy lépés nekünk, ugye, ahogy a történelemben ez így igaz. Hallottuk. Úgyhogy holnap megyünk, csapatunk egyet, majd talán a következő videóban valamelyikben majd, ha érdemel említést ez az egész kis kirándulás, akkor majd szót ejtünk róla. Mindenképpen. Az intróra egy picit kanyarodjunk vissza, mert igen. Ez egy nehéz szülés volt. Voltak benne, igen, problémák, igen. Ugye, mert tehát ti azt halljátok belőle, amit hallotok, hát ugye ez körülbelül egy ilyen egy perc. Nincs, az intro nincsen annyi. Hát úgy tokkal vonóval. Ja, tokkal, igen, meg vonó, a vonó az hosszú, igen. Az igen, úgy, igen, igen, igen. Szóval durva egy olyan egy perc, 10 másodperc, de hogy ez szerkesztésügyileg és alkotás szempontjából, nyelvtanilag, és ez fogyasztható legyen, és hogy hányszor felmondtuk, variáltunk, vágtuk, szerkesztettük, újra mondtuk, felcseréltük, kicseréltük, áthúztuk, beszarás. De mindegy, a lényeg az, hogy elkészült, és szerintem méltán lehetünk rá büszkék. De ha nem, minket az se érdekel, mert most már ez ilyen, azt kész. Így van. Ezt főztük, ezt eszitek. Így van, így ez van. Gyors témaváltás, mert kaptam visszajelzéseket a csatornán, hiányoltátok a Majorkai útról a nagy videót. Még szíves türelmeteket kérném szépen, ugyanis ott egy olyan technikai probléma merült föl, amit egyelőre még nem tudtam áthidalni. A videó teljes mértékben, teljes egészében össze van vágva, meg van szerkesztve. Viszont ezt csak akkor fogom tudni feltölteni a csatira, és tudjátok majd megnézni, amikor október közepén én hazalépbenek, ami jövő hét, utáni héten, jövő hét hétvégén. Jövő hét hétvégén, így van. Legjobb tudomásom szerint. Így van, én is így tudom. Úgyhogy nézzétek el, nekem 8-a és 13-a között várható lesz. Semmit ne mondjál. Nem jó, mert szabadon fognak. Hát nem szabad ígérni. Muszáj. Ja, ígérni muszáj. Az ingyen van, persze. Van. Tehát az aki igaz. Már ígérni se tud, az nagyon szabad. De jó, ember. Igen, az igaz. Ígér, az ingyen van. Úgyhogy ez van. Megfáradtunk egy kicsit. Hát jó, hát este van kiki gyungolomba, hát van ilyen. De ettől még most a tiéd, szóval most én kérdeztem, hogy milyen volt a heted. Meg ne kérdezz, hogy az enyém milyen volt, mert... Ne? Én nem szevettem annyit. Nekem... Én nekem előtték a első 3-15-ösömet már vasárnaptól keddig. Azt onnantól kezdve meg ilyen gyenge pályán voltam, csak Manchester és Hollyhead között rongáltam egész héten. Utolsó nap persze az idővel küzdöttem, hogy beleférjek a 13 órába, mert kicsit elhúzták az időmet, de én nem panaszkodom, srácok, mert itt most a hét az lepörgött pikpakra, úgyhogy... Figyelj már, jut eszembe. Ugyanis Atiborról tudni kell, hogy hát a kettős állampolgár. Ja, gut, also, majdnem. Nem az. Tehát ő egyébként anglius is. Igen, úgy tudom, igen. Van olyan passport is. Igen, és erre bizonyítékok vannak, hát bizonyítékok lehet alátámasztani, de a lényeg, mi szólsz hozzá a Győrzs Ébetünk nyugovóra tért? Hát a jóisten áldja meg szegénynek a hanvait. Hát... 96 volt szegényként, tehát ott már azért onnan nem akarok bunkó lenni, de már ritkán halnak meg emberek ugye 96 fölött, tehát... Már csak azért is, mert kevesen jutnak el odáig. Hát erre gondoltam első körbe, igen, csak gondoltam, hogy ez leesik mindenkinek.
Én azt elhiszem, hogy ő egy, sőt, hát átéreztem valamilyen. Nyilván nem annyira, mint a született britek, hogy bár majd erre mindjárt mondok valamit. Szóval átéreztem azt, hogy ő egy olyan a királyi családot megtestesítő személy, aki fontos és egyébként nagy tiszteletnek örvend. Hát én sajnáltam, sajnálom egyébként, de mondjuk viszonylag kevés zsebkendőt sírtam tele. Tehát én kicsit közömbös voltam ez ügyben. De visszatérve még egy pillanat erejéig, szóval van, aki meg a királyi családdal nem nagyon szimpatizált. Egyébként az a herceg urca, és akkor most lehetünk egy kicsit anyagiasak, vagy én lehetek, hiszen állampolgár vagyok, aki komplénelhet, panaszkodhat arról, hogy ez egész herceg urca hány millió, vagy nem is tudom, talán milliárd fontba került, hogy őt eltemették. Hát nem tudom, ezt nyilván mind az adófizetők fizetik majd. Ebben nem akarok én most nagyon belemenni, mert lehet, hogy bunkó dolog. De ha nem, akkor is, vagy ha igen, akkor is. Mindegy is. Károlyunkat felszentelték? Föl. Hát ugye ott az lesz a baj, hogyha, ha, nem, mert ugye előbb-utóbb ugye kellene majd a pénzjegyeken az arcképet változtatni, hát ugye lehet, hogy nagyobb lesz a papírlap, hiszen a füle nem biztos, hogy ráfér a régi címletre, úgyhogy... Majd lesz egy plusz rész hajtva. Igen. Hát ott ugye a Kamilla az, aki nekem nem tudom, valahogy nem szimpatikus, mert nem az Imre Diana volt a Károlynak a felesége, hanem valahogy ezt a Kamillát én nem tudtam itt megszeretni az a jó néhány évem alatt, valahogy nem annyira szép. Viszont cserébe csúnya. Mert ők alszanak egy ágyban, nem? Vagy nem tudom, hogy egy ágyban alszanak, mert nem beszéltem még a héten egyikkel, se nem hívott, mert Károly el volt foglalva most. Na, pedig úgy volt, hogy hétvégére hívott. Hát mondta, hogy rám csörög, persze, de mondtam, hogy én Hollywoodban leszek, ne ez a zavarjon, mert veled vagyok. Nyilván. Hát ilyenkor simán le kell mondani a Buckingham palotai meghívásnak. Mondtam, hogy engem ne zavarjon most. És le is tiltottam most a hétvégére. Le is tiltottam. Persze. Hát én Erzsivel is csináltam ilyeneket annó. Állandóan hívogatott, érted? Ő nagyon erőszakos volt, én... Fél négy körül reggel fölkelt, mondom, simán. Te Bözsi, hát alszom még, hát ne viccelj. Én is mondom neki, hogy Bözsike, meg nem zaklassál hajnal kettőkor, hogy te nem tudsz aludni. De szerintem akkor éppen a WC-re csaszogott csak ki, csak eszébe jutottál. Te. Valamivel hozzáért a telefonnak a kijelzőjéhez. I love you, cicco, erre gondolsz? Igen. Okay. Hát, hogy limbálózottól véletlenül oda paskolódott. Igen. Na jó, hát ennyit akkor Erzsébetről. Volt itt nagy herceg, de meg mindenhova ki volt írva az autópályákra. De nem is az a baj, Atikám. Hát végigrángatták az egész országban. Fölvitt is Skóciába, Skóciába visszavitt. Hát onnan várja, onnan hozták. Halló? Hát ott halt meg. Jó, de még fordultak vele egy kört. Hát, hogy erre most egy nagyon ízéstelen viccet eszembe, úgyhogy nem mondom el, mert letiltanak. Engem is, a csatornádat is, minden. Majd négy szem közt. Jó, vagy ha valaki szeretné, privátban megírom, de ilyet nem mondunk el. Jó, tehát Özsébetünktől elköszöntünk, Károlyt felszentelték. Nagy változást egyébként az angolok életében, úgy gondolom, hogy ezt az időszakot leszámítva, tehát a temetést. Én nagyon-nagyon szívesen erre reflektálok most neked. A Markos Nádas egyszer elmesélte, amikor megnyerték a Humor Fesztivált, akkor hazament, és az Alfonso, ugye az édesapja, a lába fönn volt az asztalon, és vakarta így az állát, és mondta, hogy édesapám, hát megnyertük a Humor Fesztivált. Összön, és körúton jár még a villamos. Mi jár? Vegyipar is termel. Igen, az is. Hát akkor meg tessék tovább menni. Tehát, hogy ennyi nagyjából. Nagy puffanásom. Nem. Hát ugyanúgy dolgozni kell, föl kell venni a pótkocsit, el kell vinni holnap is, nem? Igen, le is mond. Na de holnap még nem, csak holnap. Holnap után, nem, így van. Kérek elnézést. Szerencsések vagyunk, ugyanis Jimbo bácsi, mi így hívjuk. Jimbo, nem mondjuk ki a nevét, mert ő csak Jimbo, de igen, így nem van. Mondjuk Jimbo bácsi. Nagyon kegyes volt hozzánk, úgyhogy mind a ketten majd hírfőn kezdünk vissza. Igaz, nem egy is adott pillanatban, Ati fog majd előbb kezdeni, én majd utón. És hát a változatosság kedvéért én megyek Londonba, neked?
Azt a hét... Ja, hát én megyek Telfordba. Tudod, ahhoz a céghez, ahol te dolgoztál, ott valamikor. Igen, a három betűs. Három, az egyik, hát igen, és utána van az a... Az a másik, ahol szintén húst szoktunk vinni, tudod, és akkor ott... Igen. Az a kisebb városka, ott az egyik telepejük ott van, úgyhogy... Megvan, megvan. Úgyhogy ezt a 20 tonna húst én lecibálom majd oda. Mert az úgy kell. Az jó, jó, ez bemerítésnek a héten jó. Hát ezt onnan nyilván majd valami visszarakót majd azért kerítenek. Mert az pont egyébként olyan 4,5 órából kijön, és onnan vissza lehet megérni. Na, az szuper. Én nem panaszkodok, megvan őszintén, mert mire Szabiról visszajöttem, ugye megvolt a majorkai nyaralás, meg azért Magyarországon is eltöltöttem még plusz be egy hetet. Mire visszaértem, figyelj, az autón olajcsere, váltóolajcsere, diffi olajcsere, fékcsere, szűrőcsere, minden csere, kapott 4 új papucsot hátra a húzóra. Csak nem zsírozták be rendesen a nyerget. Azt azóta mindig elfelejtik. Ugye? De te most bezsíroztad, hál' Istennek. Én jövő hétig ez stabil lesz. Nem fog nyefegni, nyafogni. Na azért. Úgyhogy jó lesz. Papi szabadságon van. Ugye ő is nagyon jelentkezett mostanában. Innen is üdvözöljük egyébként. Én ugye voltam én is egy kis teljes magánügy miatt, hál' Istennek, szabadságon. Hát ugye pont akkor a telephelyen voltam, amikor visszakezdtem. Én ezt nem tudom elmondani, hogy miket cseréltek, azt tudom, hogy az akkumulátorom az teljesen gajon volt, mert ugye éppen akkor bikáztátok. Igen, mert a szerelő Johnnal, akivel egyébként jó komák vagyunk. Igen, mondhatjuk, hogy. Mindig sikerül egymást megrögtetni történetekkel, és a lényeg az, hogy pont Johnnal beszélgettem, amikor eszembe jutott, hogy ugye Ati jön vissza aznap, és hát finoman azért jeleztem neki, hogy hát nem lenne kedve hozzá, hogy ránézzen az autóra, hogy ha esetleg van valami olyan gondja, akkor az Attilának az érkezéséig, akkor az el lehessen hárítani. És hát ugye az alap problémával ütköztünk rögtön, elfordítottuk a kulcsot, de nem történt semmi. Van ilyen. És ilyen. Hát fantasztikus, hogy hol tart a mai tudomány, és hogy Oxfordon miket és kiket képeznek. John rögtön mondta, hogy ez valószínűleg probléma. Hát mondtam, probléma. Igen. Kleine, eine Fische, kleine Fische, de ez kleine problém volt. Ez kleine problém volt, így ja. Van, úgyhogy a Sontár traktorral meg lett bikázva a Werdad. Azt láttam éppen, hogy ott, azt hittem egyébként, hogy új Teslát fejlesztenek, mert tele volt kábellal, hogy ilyen villanyautóval fog dolgozni. De nem. Nem? Én úgy gondolom, hogy a cég tart lépést a kor vívmányaival, úgyhogy soha nem lehet tudni, hogy a tér már egy ilyen hibrid kamion. Hát hibrid már az előbb beindult, egy órácskára beindítottam, mert szedje már össze az akkumulátor magát. De azóta nincs vele gond. Én nem tudom, ott mit csináltak vele, mert ment az autó, de akkor... Hát lemerültették a picsel, valami üszkös, turbános, nyomorék indiai dolgozhatott. Don't tell me what to do. Don't tell me what to do, ja. I put my indicator. Ha mentek át Birminghamen, teljesen mindegy, hogy mikor, akkor is dugó van. Tehát nem tudsz egy olyan napszakot találni, amikor ne lenne. És hát az indiaiak, hát némi akcentussal, de hogy állandóan ezt a problémát kreálják, így van, hogy... Mert ő azt hiszi, hogy onnantól kezdve, hogy egyet villan az indikátor, tehát ugye az irányjelző, akkor nekem már joga van sávot váltani, és akkor ő ezt próbálja érvényesíteni. De hát az csak egy indítvány, hogy ő majd sávot szeretne váltani, ez nem azt jelenti, hogy az ember akkor vasmacskát kihajítja az ő kedvéért. Hogyne, és akkor 44 tonnát majd satúfékkel megfogok, és akkor majd őt beengedem. Hát persze, csak hogy ő jól érezze magát. A mocskos Toyota Priusával, ugyanis minden tetves indiaiának Toyota Priusa van. Hát azok általában azért private hire-ösök, én azt vettem észre. Én valahogy nagyon nem csípem őket, de minden előítélet nélkül, tehát a Priust meglátok. Tényleg az összes rendes Priusostól elnézést kérek. Van egyébként rendes Priusos? Van, persze, csak nem ebben az országban. Ja, na jó, de lehet, hogy akik hallgatnak minket, azok nem ebben az országban vannak, tehát tőlük kérek elnézést. Hát tőlük meg azért nem kell, mert... Ők nem itt, ők nem itt rakják ki az irányjelzőt. Látod, ami az intróban is elhangzott. Felelősséget semmilyen nem vállalunk. Így van, így van.
Ezt... Látod? Én azért mondtam, ezt el kell mondani. Én örülök, hogy a főszerkesztő ezt a papírt az orrunkkal lejtette egyébként. Ugye? Bizony. Okos hát, ember volt. Már többször írt, meg próbált hívni ma, de hát ugye a hétvég az mindenkinek hétvége, szent és értetetlen. Hát akkor telefonok ki vannak kapcsolva, kész. És hát, amikor visszaértünk a kocsmából, akkor a két cifrafosás közben azért gyorsan ránéztem, hogy mégis mit akart. És akkor láttam, hogy hát jó lenne, hogyha egy ilyen meg nem erősített jogi nyilatkozatot de tennék. Ez támaszhatatlan, tehát hogy itt nincs gond. Ez megtámadhatatlan. Hát nincs ez a legfelsőbb bíróság. A hágai bíróságra ezt el lehet vinni, de egyszerűen ez beton kemény. Az biztos. Ja, úgyhogy Birmingham ilyen szempontból folyamatosan elesik, és hát Attila is, meg én is azért járunk arra eleget bőven, úgyhogy szoktuk ám hallgatni a lehúzott ablaknál. A put my indicator! A put my indicator! Igen, van ilyen, de nem konfrontálódunk. Nem. Dehogy. Egy kis légkürtel, jelezzük a tudomásul vételt. Így van, és akkor erősebb kutya toszik alapon, majd megegyezünk, hogy... Így van, baromira megáll a felhajtósáv végén. Hogyne, persze, hát van azon fék is, mert rájöttünk, hogy azon a Priuson van fék is. Ráadásul még jót is teszünk, mert egyébként ugye a lassítás közben tölti vissza az akkumulátort. Így van, és én a múltkor olvastam egy cikket, meg néztem egy videót egyébként egy ilyen csatornán. Mondjuk tudom, a Prius az nem ez az autó, de például a villanyautóknál nagyon-nagyon nagy probléma, hogy berohadnak a fékek, pontosan azért, hiszen ugye lassításkor egyszerűen olyan, elnézést a kifejezésre, motorfék ereje van a villanymotornak, hogy gyakorlatilag nem nagyon kell használni ott magát azt a mechanikus féknyerget, fékcsúszkát, meg munkahengereket. Igen, de eredetileg autószerelő vagyok, tehát most ezen ne vitatkozunk, hogy jót mondok-e vagy nem, és hogy ezek az alkatrészek ott nagyon berohadnak, ezt mondják ott a Tesla szerelők. Hogy ilyen 100 000 kilométer után bizony ott nehéz ott a szétbarkácsolni, és egyébként nem nagyon kopnak a betétek, mert hogy nem használják nagyon tehát tényleg a villanymotornak olyan fékező ereje van. Ezt mondják. Én nem vezettem Teslát, állítólag nagyon nagy élmény. Én sem vezetem még, viszont akárhány videót nézek róla, meg kommentet, meg ilyen élménybeszámolókat szoktam róla még nézegetni, baromira dicsérik. Én egyszer egy amerikai fazonnal beszéltem Oxford környékén egy benzinkúton, akkor rakta föl a Tesláját tölteni, és kérdeztem, hogy mi a véleménye róla. Hát szerintem tele volt a fazon rendesen zsetonnal, mondta, hogy neki volt Ferrari-ja, meg nem tudom, Lotus-a, meg nem tudom, mindenféle csiriviri kocsia. Mondta, hogy amióta ő egy ilyenbe beleült, azt mondta, egyikbe se ülne vissza. És ez már súlyos évekkel, ezért 4-5 évvel volt, azt mondta, hogy ő már nem ülne vissza. Hát ez azért a 3,2 másodperc alatt való gyorsulás 100-ra, azért az még mindig. És ugye 4 villanymotor, általában a legtöbb Teslást, vagy hát ugye ez modellfüggő is, de azért a Teslák 4 villanymotorral vannak felszerelve. Azért a 3,2 másodperc alatt 100-an lenni, az nem egy szar élmény. Hát de ezt mi minden nap csináljuk, vagy mi kevesebből csinál, 3-ból te is megcsinálod, nem? Nem, hát én, hogyha kiengedem a kéziféket, akkor 2,7 alatt meg vagyok vele. Na, hát akkor meg. De csak ha 22 tonna van fönn. Így van. Na. És lehető lefelé a hátszéllel, és zsíron csúszok. Nem, szerintem nagy élmény lehet az a Tesla. Egyébként beszélhetünk majd erről is, akár most is, akár később, mert én azért kíváncsian várom. Vagy hát nem, igazából nem kíváncsian, hanem talán szóval vágyom arra, hogy mi lesz itt a jövő, mit hoz a jövő. Egyébként nyugodtan kommenteljetek ez ügyben is, mert szerintem annyi nyersanyag, most nem a kőolajról beszélek, mert az még egyelőre van. Ha van, a politikát azt megbeszéltük, hogy nem, tehát most nem akarunk itt, hogy érkezik-e, vagy nem arról akarok beszélni, hanem ezek a kibányászható ércek, ami például az akkumulátor előállításához szükséges, hogy lesz-e elegendő akkor, hogyha itt hétről hétre megduplázzuk a villanyautóknak a számát, ami ugye elvárás most már európai és világszinten. Én ezt nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz abból.
Ugye ideig kicsiben nyomtuk, mert csak mobiltelefon gyártottunk egy pár milliárdot évente újat, most már ugye autókból is egyre többet gyártunk, elektromosat. Igen. Ugye ez még a jövő zenéje, viszont ami... Közeljövő, bocsánat, hogy kijavítalak. De nem, ez nagyon fontos, pont ez a lényeg, ez közeljövő zenéje. 10-15 év. Jó, hát azt még meg kell élni, tehát én úgy vagyok fel, ahogy... Regekeljünk fel, aztán legyen valami, értem? Így van, tehát én már a holnapi napnak is fogok tudni örülni. Viszont nagyon nagy élményem volt, képzeld el, ha már a holnap meg a hétvége, ugye pénteken leraktam Londonba, találkoztam ott egy afrikai sráccal, szintén kamionsofőr, és hát én meglepődtem rajta, én azt hittem, hogy hát hozzám hasonló gondolkodású humanoid, még nem született meg. Hát ezt akarod mondani. Ritkának érzem magamat, mint a fehér holló, mert ugye vannak ilyen elfajzott beteg gondolataim, de ami egyébként másik oldalról számolva teljesen természetesek. Na de mindegy is. És hogy beszélgettem a sráccal, azt vettem ki a szavaiból, hogy ha bár jól próbált a palástolni, de ugyanolyan beteg állat volt, mint én. Nekem erről tettől említés, de ha akarod folytatni a sztorit, én kíváncsi vagyok rá még egyszer. Vagy nyugodtan. Én erre mondtam neked, hogy ne ítéltes, tehát azért, mert más kaszból jött, ott született, attól még lehet egy baromi jó srác. Ez vagy... tényleg jó gyerek volt. Azért mondom. Igaz, ezt a humumbla akcentus nehéz megfejteni, meg értelmezni, de... Tehát egyébként elmondás, hogy szerint megértettétek egymást, tehát most még ha félig aktivitisztek, de akkor is te mindegy. Teljesen jó. Tök aranyos. Teljesen jó. Így van, hatalmasokat rögtünk. Úgyhogy hibátlan, a pozitív élmény. Pozitív élmény. Ja, és innen üzenem papírnak, hogy nem csak mi szeretjük a szőrös puncit. Tehát van még más is a világon, aki... Ez az új barátod is? Kedveli? Én nem mondanám, hogy barát, én ismerő fajtásnak mondanám. De ő is szereti, kedveli, ha? Elmítése szerint, vagy elmondása szerint, igen. De most a hallgatóink, bocsánat, elnézést, hallgatói nagy részét most elvesztettük ezzel? Vagy szőrös punciról lehet beszélni? Nem, szerintem lehet, igen. Szeretik. Hát ne, a fiúk általában, ugye? Igen. Meg a leszbikus lányok. Igen. Azok nem biztos, hogy... Ugye ez megint megoszlik, ez most már ilyen valószínűség. Ebben vele sem mondjuk. A lényeg az, jó, hogy... Tehát akkor szeretik. Így lehet van, beszélni. Kevés ember van, aki a koncitom szereti. Jaj, baszik. Jó. Csillió. Én nem tudom, mikor fiatal voltam, akkor nekem még eszembe nem jutott, hogy ez majd lesz egyszer ugye borotvált... meg full bolot vált változatba is, aztán most már ugye jó ideje. Már ugye meg az ember szőrössel nem találkozik. Igen. Igen, nagyon változott a világ. Ugye? De most ez már lassan tédelpárva kell könyörülni bazdmeg a nőknek, hogy... Hogy egy kicsit hagyjon már egy kis izét. És nem csak a széjjel leszálló pályát ott tetején, hanem hogy mit tudom, egy kéthetes borostát. Igen. Igen. Mert hogy... De már most azt hiszem, hogy gyantáztatnak is ott is, meg csináltatnak mindent. Én nem tudom, nem vagyok ebben annyira otthon, de... Ugye nem csak borotva van, hanem... Nem. Hát csinálnak azok mindenfélét, de... Na most akkor papi szereti a szőrös poncit, akkor tisztázzuk. Az ő nevében nyilatkozni nem tudok. Ugye sem megerősíteni, sem cáfolni. Cáfolni, így van, mert az ügyvéded itt áll mögötted. Nyilván. Tehát én még azt is... De a puncit szereti? Nem. Ez sem? Nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni, nagyon sajnálom. De az biztos, hogy nem homár. Tehát, hogy... Tehát az acskó spinát azt nem azt szereti. Azt nem szereti a karú spinát, okay. Az nem. Jó. Oké, okay, papi. Innen is csókoltatom. Egy pacsit én most küldtem, így csak nem látszik, mert ugye egyelőre megint még podcastot nyomunk, és nem felvételt. Igen. De egy pacsit azt én most megerőlegeztem ezzel, jól van. Hát ahogy a Hofi mondta, én nem bánom, csak kötelező ne legyen, tehát... Persze. Ugye? Jó van, fiúk, lányok, nagy hirtelen most ennyi volt Atibolyjal, bocsánat, Ataboly-jal. Ataboly, igen, de... Ataboly. Azt lehet még egyszer nyomatékosítani, hogy iratkozzanak fel a csatornára?
Tudják ők, aranyosan. Ja, tudják. Aha. Tehát nem kell ezt mantrázni akkor? Nem. Még lehet, hogy én is csinálok egy csatornát. Na, erről lehet ugyanúgy majd kommentetni. Mondjuk ilyen TS21 néven, vagy valamilyen ilyen komoly néven majd tolok én is egy csatornát. Szerintem lenne jövője. Hát, majd meglátjuk. Jó. De persze ebben semmilyen fricska nincsen. Ja nem, ez csak a vicc kedvéért volt ez az TS21, mert hát... Szerintem senki nem is tudja rajtunk ki, hogy mire utal ez. Nem. Hát itt a srácok nem szoktak ilyen... Az a lényeg. Kamionos videókat nézni még egymás. Jó. Valakim is össze kell kapni magamat, basszus, mert... Na, mesélj. Mert mindenről is csinálunk podcastot, meg a Mallorca-i nyaralás, mit tudom én. De én szerintem összességében 10 percnyi vezetéses videó nincs föltéve. Úgyhogy... De csináljunk olyat legközelebb? Hát csinálnom kéne, mert Isten igazából ez egy kamionos csati lenne. De szerintem aki kedvel, az téged kedveli is. Lehet, hogy én nem vagyok ide való. Csak így belecsöppentem a múltkor. Jól van, na. Nincs ezzel semmi baj. Meg én úgy gondolom, hogy ettől csak színesebb a csatorna. De a színe, ez másság műsora, ugye? Így. Nem, semmi. Nem olyan színes? Nem úgy. Úgyhogy ebbe kell még egy picit fejlődnöm, meg többet hozni. Már ügyeskedem vele. Lesz majd úti felvétel, ezt akartam mondani végül, csak messziről indult. Igen, meg már kicsit megfáradtam. Jól van, na. Akkor mindenkinek, hát Máriáéknak ugye az egész családnak sok boldogságot. Meg igen, még ez a sok boldogságot. Akár Marcsiéknek is, hogyha szólíthatom így most tisztelettel, alázattal, akkor nem tudom, hogy szeretne a nagymama lenni, de kívánom, hogy legyen. És ott meg nyilván majd a pici baba jó egészségben jöjjön világra. És hát mindenkinek jó egészséget. És kellemes hétvégét. De mire ezt várja, ezt megkapják, mert nem lesz hétvége. Ma ilyen megint átfettem. De, mindjárt föltöltöm magam. Mindjárt? Persze. Van itt térerőd? Néminen, valamiért összegerebélyezek. Ugye a fiúk, lányok, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Reméljük tetszett. Amennyiben tetszett, egy lájkot légy szíves dobjatok. Ati helyett még egyszer, hogyha ha tetszik a tartalom, akkor iratkozzatok fel, légy szíves. Tényleg igyekszem minél több tartalmat, nem csak rádiót, hanem akkor a videóban is jeleskedni. Szíves türelmeteket kérem még mindig. Tudom, hogy ez már elcsépelt dolog, de jó munkához idő kell, a szarhoz meg még több. Úgyhogy én is mindenkinek nyugodalmas, és hát lehet ilyet mondani, azért mégis aktív hétvégét kívánok, ha értitek, mire gondolok. Nem, szőrös rádió, munci. Rádió, ja, szőrös, ja! Ja! Édes Istenem, most! Figyelj, megmondták, a legjobb stresszoldó. Igen? Megmondták. Ez feketén-fehéren az oxfordi tudósok kimutatták, hogy... A brit tudósok ezt megalapították? Ezt megalapították, és erre bizonyíték is van. Hölgyeim, uraim, tessék megkapaszkodni, lányok, füleket kitisztítani, kinyitni. A férfi idegrendszerére... Az, ami kisimítja az idegszálakat? Olyan szinten, hogy onnantól kezdve 8 köbméter fát el lehet vágni a hátunkon. Hát akkor hajrá Kovács néni, ugye? Így van. Ahogy a doktor úr szoktam mondani, valami bíztatót. Akkor gyerünk! Meg kell fogni a darognak a végét, gyere beugrani, föltenni a kezeket, azt hagyd szóljon. Kezeket a paplan fölé, az nem, van, az nem az, az volt, azt a Fábri volt, bocsánat, mert megint nincs jó izé, intrónk már talán van, vagy intród van. Hát igen. Majd igen. Kitalálunk a végére is valamit, jó? Valami okosságot. Szevasztok, vigyázzatok magatokra! Pusztantás nektek, sziasztok! Ciao, 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 ciao. Sziasztok.